Köszöntöm a sajtó megjelent munkatársait a Mi Hazánk Mozgalom sajtótájékoztatóján, melynek témája a bankok gátolják valóban a bolti készpénzfelvételt. A Mi Hazánk Mozgalom kötelező és kedvező feltételeket követel. Több mint 8 hónapja vezették be azt a törvényt, ami lehetőséget nyújt arra vonatkozóan, hogy biztosított legyen a boltokban, üzletekben a készpénzfelvétel, azonban ezzel nem igazán éltek eddig a kereskedők, de talán nem is igazán tudtak erről, vagy tudnak erről a lehetőségről a kereskedők, illetve az emberek sem. Ezt vajon miért nem hirdeti Rogán Antal propaganda gépezete? Joggal merülhet fel ez a kérdés. Mivel a szabályozás szerint havonta 40 ezer forint készpénzt tudnának felvenni az a bankkártya tulajdonosok az üzletekben ingyenesen. A kereskedőknek sem éri meg egyébként jelenleg bevezetni a jelenlegi feltételek mentén ezt a szolgáltatást, de igazából nem is ez tartja vissza a térnyerését a készpénzfelvételeknek a üzletekben, hanem a kizsákmányoló bankok. Lassan egy év alatt nem sikerült ugyanis a bankoknak az alapvető feltételt biztosítania. Mivel egyik sem nyújt olyan terminál szolgáltatást, amely alapján készpénzt tudnának biztosítani a lakosok számára a boltosok. Kérdem én, hogy amikor bevezették az online pénztárgépeket, akkor az elektronikus pénztárgépeket hol voltak ilyen megengedőek? Most miért nincsenek szankciók, kötelező erők, vagy bármilyen határidők előírva? Szóval szintén benne vannak a bankok nyakig abban, hogy meggátolják, hogy az emberek készpénzhez juthassanak, sőt, ugye a saját pénzükhöz sem tudnak hozzájutni, illetve ezzel is kiszolgálják a globalisták tervét. Véleményem szerint a jelenlegi jogszabályok és a lehetőségek sem engedik azt, nem rejt magába kellő motivációt az, hogy az üzletek bevezessék ezt a szolgáltatást. Éppen ezért az európai országok példáját kellene követni. Kiemelnék például az Egyesült Királyságot, ahol példának okáért nem is kell a boltban vásárolnia ezt a szolgáltatást igénybevevőknek. Ugye különféle díjakat szabályozhatnak ott az Egyesült Királyságban a készpénzfelvételnél, hogyha a boltban végzik ezt, viszik végbe, hogy ugye szabad piac van a üzletek és a bankok között. A Mi Hazánk Mozgalom határozott álláspontja pedig az, hogy a kereskedők irányába is pozitív szabályozást kell mielőbb bevezetni, hogy minél több kereskedő szeressen élni ezzel a lehetőséggel, akár ebben még anyagi hasznok is lehetne, hogy több vásárlót tudnának bevonzani. Ennek értelmében pedig még mindenféleképpen szükséges lenne a tranzakciódíjat is eltörölni. Követeljük, hogy tegyék kötelezővé a bankok számára, hogy igénybe tudják venni a kereskedők a készpénzszolgáltatást, teremtsék meg mielőbb ennek a feltételeit, és ezt mielőbb vigyék végbe. Védjük meg szabadságunk zálogát a készpénzt, ennek pedig nulladik lépése a bankok mielőbbi komoly megszabályozása és azok korlátozása is egyben.